Elkezdődött a pandémia miatt 3 napon át tartó holland parlamenti választás, amire egész Európa figyel, hiszen a járvány kitörése óta ez az első szavazás. A 150 fős képviselőház tagjairól dönthet 13 millió választásra jogosult holland állampolgár. Rekordszámú 37 párt állított idéjelölteket. Az előrejelzések szerint a januárban lemondott és azóta ügyvezető feladatokat ellátó Mark Rutte újra kormányt alakíthat. A miniszterelnök népszerűsége nőtt a járvány kitörése óta, annak ellenére, hogy többször voltak az országban tüntetések a korlátozások ellen. Legutóbb Hágában a megengedett néhány száz helyett több mint 2000-en tiltakoztak a lezárások ellen. Több Hágába tartó vonatot is leállítottak, hogy megakadályozzák további tüntetők csatlakozását a megmozduláshoz. A demonstrációt egy nappal a választások előtt lovas rohamrendőrökkel és vízágyúval oszlatták fel.